Szaladunk is tovább a 16. videóval, amelyet Vezse István Viktor, 33 éves úriember készített, 90 másodpercet ölel fel eme alkotás, melyet humor kategóriába küldött be, a videó címe pedig Késésben. Sziasztok! Ezt a szösszenetet kifejezetten a pályázatra készítettem. Természetesen a videó a képzelet szüleménye, ilyen a való életben soha senkivel nem fordult még elő. Na. Ma már többször megszívtuk az ilyen nagyon jó bemutatókkal, hát ha ezzel nem. Indulhat? Chimere. Na, irány dolgozni. Puton szinkron. Ó, bakker. Hülye okos telefonok, gyerünk már! Kész csókom, drága mancika! Pisti vagyok! Csini baba, bizonyám! Nem akarok beteget jelenteni. Ez Csini baba. Viszont elképzelhető, lehetséges, van rá egy hangyányi esély, hogy esetleg netalántán egy icike, picikét késni fogok. Jaj, drága mancikám, hát hogy mondhat ilyet, hogy már megint? Mancikám, hát hogy lenne ez rendszeres? Eddig csak harmadszor késtem el ezen a héten. Pedig már csütörtök. Manci, hát miért kell kiforgatni a szavaimat? Nézze a jó oldalát, mindig kipihenten érkezek munkába. Jó, mancikám, már úton vagyok. Mennyi? 118 másodperc múlva érjek be. Mancikám, hát ez lehetetlen. Manci. Ó, jaj, de szépek vagyunk. Milyen jól nézel ki. Hát tudom, hát... Ja, jó képű gyerek. Most vagy. Ez nem. Na! Azt mondja... Igen, hát itt láthattátok a Csini baba technológiát, ami ott debütált gyakorlatilag Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz és érdekes technika. Igen. És nagyon jól megcsinálta. Ez kétpólusú technika, ugye, és itt az egyik pólus láthattuk, itt a gyorsítást láthattuk, mert ennek van egy negatív verziója is, amikor pont a belassítást láthatjuk. Meg a visszafelé, igen, pontosan. Úgyhogy ez azért valami, tehát most nekem ez egy hihetetlen jó érzés, hogy a pályázatra külön leforgatva csak és kizárólag nekünk és miattunk valaki ennyi ilyen hihetetlen energiát fetszölt a pályázatába, ami tökéletesen működött. Timár Péter hatalmas pacsit adna. Bizony. Igen, és abszolút. Julino is. Tartsalan fogalmazott meg egy nagyon jó szó. A videók leírása olyan, mint egy társkeresős profil leírása. Túl nagyot vállal, aztán amikor teljesíteni kell, akkor derül ki az igazság. Igen. Te meg vezetés közben ezt így diktálod, vagy izé? Siri? Vigyázzál magadra. Szóval nekem kifejezetten tetszett. Jó üdeszínfolt volt most így az elkövet. És itt is van velem, elmúlt, szia! Az elmúlt néhány kevésbé sikerült videó után kifejezetten működött mind színészileg, mind technikailag, dramaturgiailag, tehát minden szempontból működött ez a dolog, amilyen szempontból egy kisfilm pályázaton mi értékelünk, és amilyen szempontokat mi itt, ebben az idei pályázatban szem előtt tartunk. Úgyhogy ez egy nagyon erős pályamű. A technikai megvalósítást az Tibi majd ecsetelni fogja. Én néhány olyan dologra, olyan dolgot emelnék ki, ami nekem kifejezetten tetszett. Ez a szép billegés, ami gyönyörűen végig volt vezetve, tűpontosan az egész film alatt. Nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e. Nagyon tetszettek a közelik és a totálok váltogatásai. Nagyon pontos volt. Abszolút Timár Péter. Nagyon működött a dolog. Ami negatívum volt, de ez nyilván nagyon sok évnyi tapasztalat és rengeteg gyakorlás eredményeként fog ez egy kicsit elülni és elcsendesedni ez a fajta dolog,
hogy de ez a technikának is köszönhető, hogy ugye ez a fajta filmezési technika, illetve ez a fajta színészi technika, ami nem. Ez a fajta színészi eszköz, amit ez a technika követel, ez maga után vonja azt, hogy egy kicsit, nem kicsit, nagyon sokak vagyunk. Igen. Ugye képen. És picit az utószinkronod alatta volt dinamikában a képnek. És ugye a Tímár Péter filmjei ezért ilyen szempontból, amíg nem kezdte el egyfajtában ezt alkalmazni, ezért voltak nagyon jók, mert a sokat tapasztalt színészeink pontosan érezték, hogy milyen fajta intenzitást kell hangban is rápakolni arra, amit ők képileg csináltak. Tehát ami, a sebesség felvét. Különbség igen. Miatt. Igen. Te egy kicsit alatta voltál, de én ezt most egyáltalán nem róvom fel hibának, mert én ezt csak a tapasztalatlanság és az új dolog, a tapasztalatlanság rovására írom, de én mondom kifejezetten ezt nem említem hibaként. Egyszerűen ez csak megjegyzés, hogyha legközelebb így dolgozol, mert ez tök jó működik nálad, sokkal intenzívebben beszélj az intenzív képre. Úgyhogy működött a dolog. Abszolút, nagyon szépen köszönöm. Hála jó Istennek, ez egy tök... Ez technikailag itt, ahogy valaki írta, ez egy nagyon jó stílusgyakorlat volt. Tehát ez nagyon... Én az első snitnél megijedtem, megmondom őszintén, amikor egy picit ugye pont ez a sok, ez a túl gesztikulált, még akkor is, hogyha éppen egy ébredésből, tehát hogyha felkelés van és ébredő jelenet volt, tehát ébredést láttunk, már ott is látszódott ez a picit geges, picit sok hozzáállás, és én nagyon féltem attól, hogy ilyen lesz a többi is, viszont ahogy bejött ez a stílus, ennek nagyon jól állt. Az a baj, hogy igaziból nem tudok, most persze mondhatnám, hogy tök jól esett a végén magunkat látni, mert tényleg jól esett, de mondjuk ebben a videóban én csak abba tudnék belekötni, elsősorban, gyere közel, hogy mi nem kellettünk volna oda a végére. Tehát jól esett, aranyos voltál, tök jó volt, de ennek ott lett volna jó vége, ahogy belenézel. És még a stílus, még annyira is a stílusban maradt, hogy még a női név, a Mancika, igen. Még az is ez a... Korszak, igen. Tehát... Nagyon szép volt, a mozgások nagyon szépek voltak, az utószinkront Gábor elmondta nekem, nagyon tetszett, mint laikus fül, nekem tetszett, úgyhogy ez egy igen erős pályázat, ez nagyon szép volt, gratulálunk, tényleg, le a kalappal, ügyes vagy. Én posztolok, addig meg dumáljatok, vagy jó, nem. Én meg dobok egy pontszámot. Én... Na. Posztolok. Oké. Okay. Én már kész vagyok. Ó, és a következő is az övé lesz? Így igaz. Két videóval érkezik az úriember, akkor addig elmondom a következőt, mert az rövid. Tehát, a következő videó beküldője ismét Vezse István Viktor. A címe a videójának felelősség. Dráma kategóriába érkezett, 53 másodperc, jó maga pedig még mindig 33 éves. A leírás pedig a következő. Sziasztok! Ez a rövid film egy apukáról szól, aki olyan hibát követel, hogy a kislányát örökre elveszti. Hoppá! Várjál, mert most még ne indítsd el, mert Gábor még nem készült fel. Gábor nagyon posztol az Instára. Úgy arra posztolok. Oda beleposztoltál? Jó, beleposztoltam. Ajaj, gyerek. Ki, Simonfi Péter élőadásban van? Instagram értékelése. Ránk indít nem, egy élőt. Szala, jók legyetek, tente van, wifi nincs, amint tudom, visszanézem, ne maradjatok fent sokáig, mert reggel csipásak lesztek, ölelem a pisis testeteket. Imádunk egész családoddal, vigyázzál magadra, jó pihenés nektek. A pisis testeteket, mi? Na. Ölelem a pisis testeteket. Azt igen. Na, nézzük. Gábor, füles? Én már... Nem, te feladtad. 20 videót értékelünk, kérdeztétek már itt többször, hogy mennyi lesz még. 3, te 4 ezzel együtt. Nagyon jók vagyunk egyébként. Jó, toljuk. Indítható? Ja. Igen. Nem, még nem vettem fel a gyereket. Mert volt egy kis dolgom, de nyugi, már megyek érte. Igen, tudom, hogy ilyenkor az anyádnál van, bár szerintem úgyis kiküldte a parkba, mert nézi az Izaura tévét.
Jó, jó, hagyjuk. Na, figyelj, leteszem, mert vezetek, jó? Na, otthon találkozunk. Igen, igen, én mindjárt ott vagyok, érted? Na, csók! Elején, még az elején mondom, olyat nem mondunk, amit még nem lehet. Nem is célozunk olyanokra, amire nem lehet. Na! Ja. Petra, Orbán, bénák vagytok, kapjátok be, köszönjük szépen! Te is! Te is! Neked is kívánjuk! És mi többen vagyunk! Na, igen, az a hely, vagy az a helyzet, hogy nagyon jó a téma. Winston 400 forint, köszönjük, elfogyott a söröm. Akkor miért ide küldöd a Igen, egyébként van? Akkor nem értjük. Igen. Ez hát nem a Tesco. 400-ból 2,5 doboz sört lehet venni. Jobb helyeken. Egy jobb Lidl-ben. Na, ez is nagyon szép munka volt. Tehát nagyon, nagyon látszik, hogy igényesen nyúlsz a kamerához, meg az utómunkához, meg a hanghoz. Meg ugye egyébként a történethez. Itt nekem a vége felirat betűje mondjuk nem tetszett, tehát a végén a két felirat betűje nem tetszett, illetve egy tanácsot, ha elfogadsz, amivel még egy picit lehetne ezen erősíteni, hogy egy közelivel megmutatod, hogy milyen értelmetlen baromságokat néz az apuka a telefonján vezetés közben. Tehát tényleg valami idiótább mémeket, akármit. Tehát, hogy még nagyobb legyen a kontraszt a kislánya elvesztése, illetve hát elütése, illetve annak az oka között. Nekem kimondottan tetszett, hogy a végén nem volt csattanás, nem volt fék. Azt nem tudom, de ezt majd lehet, hogy megnézem még, hogy hol vágtad el a végét. Tehát, mint hogyha nekem még az az érzésem volt, hogy még van hely a kislány és az autó között. Én lehet, hogy úgy vágtam volna el, hogy amikor már szinte összeérnek, tehát ott sötét. Talán egy picit feszesebb lett volna, de ez már csak szőrőzés, tehát részemről tényleg csak kötözködés, hogy valamit tudjak hozzátenni, mert alapvetően nagyon-nagyon szép munka, és ez is nagyon egyben volt. Tehát én nagyon élvezem, mikor olyan pályázatokat kapunk, ami ha nem is tökéletes, de az alázat, a tisztelet, az odafigyelés, a munka, az viszont süt róla. És ez abszolút ilyen volt, úgyhogy ezért is le a kalappal. Nem igazán mondanék én mást, mert Tibi mindent elmondott, és most megint az a helyzet állt fent, hogy csak ismételném őt, és utána pedig magamat. Nagyon szép volt, nekem nagyon tetszett, nyilván megvoltak a hibái, de ez egy baromi, legalább annyira erős pályázat, mint az előződ. És abszolút, Tibi, minden szavával egyetértek. Reméljük, csinálsz ilyen videókat még? Meg nem csak az, hogy még a pályázatra, meg a további pályázatainkra, hanem egyébként is csinálj, mert muszáj vele foglalkoznod. És remélem, hogy meg is találnak mások is, és remélem, hogy ebből lesz neked melód, meg mit tudom én mi. És az a... Bocsánat, ő volt az, aki múltkor villamososat csinálta? Nem. Mert velük együtt zseniálisak lennének. Igen, és egyébként tök jó, erre is tök jó a pályázat, ugye nem régen volt egy, ez csak egy rövid sztori lehetőségünk, előadni nagyon Magyarországon nagyon sok nézővel rendelkező videósoknak egy rövid kis továbbképzést. Ő volt? Tényleg? Továbbképzést tartani nekik, vagy hát egy pár dolgot elmondani nekik. És ott elmondtuk, hogy lehet szidni a magyar YouTube közösséget, de példát kell mutatni, és olyan alkotók kellenek, akik példát tudnak mutatni. És te például, ugyanúgy, ahogy egyébként Tarts Velemet is ebbe a kategóriába sorolom, Mihulinót is, Suhambongót is, tehát
nagyon sok olyan videós, aki itt van, hála Istennek a cseten, meg a környezetünkben, hogy példát kell mutatni, és olyan videókat kell csinálni, hogy ne az legyen a trend, hogy éppen most milyen műszaki eszközt darálunk le, vagy dobunk le milyen magasról, és hogy ez a trendi, hanem az legyen a trend, hogy ilyen tükröshorrolos, igen. Tükröshorrolos, hanem, hogy ilyen, hanem hogy ilyen videókat készíteni legyen menő. És ezeket így lehet megcsinálni, hogy egy ilyen alkotóknak dolgozni kell, és csinálni sok-sok videót. Úgyhogy te is közéjük tartozol, és gratulálok. Nekem nagyon tetszett ez, meg az a villamosossal együtt szerintem zseniális, hogy ebbe így energiát fektetsz. Mert ez ilyen társadalmi munka szintű. Tehát, igen. Hogy ez zseni. Igen. Ügyes vagy. Jössz? Így a utolsó háromra?